Szép estét kívánok! Köszöntöm Kulturális Magazinunk a Paletta idei utolsó adásának nézőit december 29-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a Vörösmarty Színházi lesz a főszerep, egy igazgatói értékelés következik, majd egy fontos díjátadó ünnepség. Következőkben Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával készült évzáró beszélgetést láthatják. Tisztelettel köszöntöm az esztendő végén Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Furcsa év után vagyunk, annyi szent, amikor az elmúlt, illetve az idei évben az évadot, a 2020-21-es évadot elindítottátok, akkor nagy reményeket fűztünk, hiszen egy olyan repertoár alakult ki, ami azt hiszem, hogy példaértékű mindenhol. Nem csak a nagy színpadon, hanem a Kozák András stúdióban és a Pelikán fészekben is olyan darabokat láthattunk volna, ami azt hiszem, hogy példaértékű, hiszen a kamaradarabokra is nagy szükség volt, és sikerült olyan neves rendezőket megnyerni, mint Zsótér Sándor, Petelihai Péter, és azt gondolom, hogy ez így van jól. A nagy színpadon nem különben. Aztán másként hozta az élet, hiszen bejött a Covid, a koronavírus járvány és a pandémia okán nagyon sok minden elmaradt. Kezdjük talán azzal, ami volt, mert ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Azt hiszem, az esztendő már csak a 100 éves évforduló okán is az esztendő legfontosabb darabja Sáros István, a Trianon című darab a rendezésedben, hiszen Sáros István egy olyan könyvet írt, ami példaértékű, példa, hogy hogyan lehet eljutni valahonnét valahova a Trianonban. Ez óriási kihívás volt, én azt hiszem. Valóban, és hagyd tegyem sietve hozzá, hogy az, hogy ezt a Trianon című előadást megrendeztem, annak nem a 100 éves évfordulóhoz volt köze. Tehát ez szinte egy ilyen erkölcsi kötelességemnek éreztem, amikor elolvastam az Istvánnak a még kéziratban a darabját, és ez több mint egy évvel ezelőtt volt, én azonnal tudtam, hogy ezzel nekem dolgom van, ezzel nekem feladatom van. És ez hát, hogy száz év persze, ez mindig felerősíti a dolgokat, de amikor bemutattuk, és az egy nagyon hosszú előadás, de mégis ilyen hosszú előadás végén ilyen közönség reakciót az ember ritkán él át. És ez ugye nem csak a színdarabnak köszönhető, hanem annak, hogy azért ennek a történetnek, a Trianon történetének a traumája, az mindenkiben benne él, és ez az anyag pedig végtelenül méltó módon kezeli ezt a tragikus mozzanatát a történelmünknek. Nagyon-nagyon becsültem az írónak azt a hihetetlen munkáját, hagyd tegyem így zárójelben hozzá, hogy majdnem 3 évtizedről van szó. Tehát a Sárosi István, amikor belekezdett ebbe a történetbe, a történet kutatásába, akkor még nem tudta, hogy most hogy pont a 100 éves évfordulójára megjelenik a regény, nem tudta, hogy mikor fogja befejezni, de majdnem 30 éve van benne. Ebből gondolható, hogy mennyire alaposan körbejárta mindazt, ami Trianon kapcsán tudható, vagy mindazt, amit nem tudtunk, de tudnunk kell ahhoz, hogy teljes és objektív képet kapjunk arról, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt. Kivételes lehetőség volt, és kivételes felelősség is. Én azt gondolom, hogy ismerve a közönség reakcióit, teli találat volt mindenképpen. Itt a kérdés mindig az, hogy sikerült-e azt átadni, én azt gondolom, hogy igen, amit Sáros István megfogalmazott itt, hogy ne csak a trianoni történéssel konkrétan azzal foglalkozzunk, hanem az előzményével, és milyen hatása volt később, majd ezt követően milyen hatása van ma, 2020-ban az emberekre? Így van. Az előadás végén elhangzik egy nagyon izgalmas párhuzam,
a Trianon kapcsán történelmi párhuzam, amit úgy zár a szerző, hogy fölveti a politikai felelősség kérdését, pontosabban annak a kérdését, hogy minden politikai döntés mögött egy felelősség áll, és ez a felelősség, ez nem adászható el, még akkor sem, ha adott esetben a felelősségre vonás késik. Nemrégiben beszélgettem Elsimon Lászlóval arról, hogy nagyon-nagyon örül annak, hogy ilyen gondoskodó tisztelettel fordultunk a 100 éves évforduló felé, hiszen ha tetszik, nem tetszik, Magyarországon két komoly mű született, az egyik Székesfehérváron itt, Szikora János rendezésében, a másik a Vidnyánszky mű, amelyet viszont már láttunk számtalanszor, tehát ez is egy óriási dolog. Mint ahogy az is, hogy Térei János halála után szintet lépett a Magyar Színház, bizony, mondhatjuk, hiszen amikor még ők összefogtak négyen, és az Ember tragédiája 2.0 terveit megszőtték, és ki a maga írói vénájának megfelelően elkezdte ezt írni, nem gondoltuk volna, hogy ilyen egyedi darab születik. Aztán Darvasi Márton László Tasnádi és Závada fantasztikus írásából színpadra alkalmazva a mi tökéletes négyesünk, mondhatni, egy csodát hozott létre. Beszéljünk az Ember tragédiájáról, mert tudom, hogy már számtalanszor erről szó esett, de mi volt az első pillanat, amikor megkaptad ezt a lehetőséget, ezt a művet, hogy erre lehetőség van Székesfehérváron ezt előadni? Még javában benne voltunk az Ember tragédiája 1, tehát az eredeti madácsmű rendezésének fő próbaidőszakában, és érezzük, hogy valami izgalmas születik. Azt nem mondom, hogy hibátlan, vagy nem voltunk úgy túlságosan elszállva önmagunktól, de maga a produkció, ami akkor formálódott, azt úgy gondoltuk, hogy nem csak, hogy izgalmas és ígéretes, hanem valami olyasmi, amit folytatni kell. Itt van egy színház, itt van egy fantasztikus társulat. Arra gondoltunk, hogy ha az Ember tragédiáját jól fogadják, akkor ezt most itt Fehérváron, ezt a fantasztikus, nagyívű gondolatot folytatni kellene. És őszintén szólva, amikor az Ember tragédiája egy diák előadásának, az első diák előadás után a diákok fölállva tapsoltak, akkor úgy éreztük, hogy valamilyen csatát megnyertünk. De nem elég egy csatát megnyerni, azzal a nyerességgel valamiképpen jól is kell sáfárkodni. És talán akkor sáfárkodunk a legjobban, hogyha a csata után építkezünk. Egy építkezésbe fogunk. És ez az építkezés volt a Tragédia 2. A társulatunk, én ugye nagyon elfogult vagyok ezekkel az emberekkel, ezekkel a tehetségekkel, de legfőképpen azzal, hogy a társulatunk olyan különleges képességű színészek csapata, akik nagyon szeretnek egymással játszani. És ez a játék, közös játék szeretete, ez akkora lendületet képes adni, amely hegyeket is meg tud mozgatni. Márpedig a Tragédia 2 az nem egy kis vállalkozás, az egy monstrum. Hiszen a négy kortárs író, az négy különálló epizódban szinte négy külön álló kis színdarabot készített. Tehát míg az Ember tragédiája egy esetében adva volt egy színdarab, és azt felosztottuk négy részre. Itt tulajdonképpen négy mini színdarab van, de ugyanakkor mélységében és gondolati súlyában egy egész estét is képesek volnának kitölteni. Tehát éppen ezért egy nagyon nagy jelentőségű az, hogy ezt egy olyan társulat veszi kézbe, amely képes a maga szellemi és tehetség energiájával ezt megmozdítani és meglódítani.
Korán sem véletlen, hogy siker volt, és siker is maradt, bízom benne, függetlenül attól, hogy a következő esztendő mit hoz, illetve hát biztos vagyok benne. Hogy maradjunk a történelmi témáknál, Perely uram. A Perely uram egy óriási lépcső volt, hiszen Sobor Antal tanár úrnak köszönhetően az a Csákberényi történet az megmaradt mindenkiben a regény szintjén. Majd ezt követően Román tanár úr gondoskodott arról, hogy eljusson Szikora Jánoshoz. Te gondoskodtál arról, hogy eljusson a színházi közegbe. Nagy siker volt, és azt hiszem, hogy ez a közös előadás ez bebizonyította, hogy a maga tisztaságában is lehet egy-egy történetet, egy-egy nem országos, de egy helyi történetet elmondani. És most pedig megérkezett az a lehetőség, hát a pandémiának köszönhetően, de nyilván, ha nincs koronavírus járvány, akkor is lett volna ilyen, hogy a Nemzeti Filmintézet jóvoltából ítélt és kegyelem címmel megrendezhetted ezt a darabot. Én fölírtam egy véleményt, hogy egy újságíró azt mondta, hogy Szikora Jánosnak továbbra is film a szenvedélye, hiszen ezt ő tudja, hogy a Vidovszky, Nárcisz és Ehó után, amit csodának éltél meg, és mindenki, vártad azt a pillanatot, amikor újra egy olyan filmet rendezhess, ami minden olyan követelménynek megfelel, ami Szikora Jánosnak fontos. Ez több, mint egy film. A film az csak egy forma, illetve egy lehetőség, hogy egy fantasztikus történetet, amit a tőlünk alig 30 kilométernyi távolságban lévő Csákberényben nemzedékek óta ápolnak, szájról szájra hagyományozzák, és ápolják ennek a két szerencsétlen papnak a történetét, minél többen megismerjék. Sobor Antal nagyon sokat tett, hogy ez ne csak a falu határain belül maradjon, egy különleges unokáink is tudjanak róla történet, hanem minél többen olvashassák és megismerjék. A film pedig egy másik eszköz arra, hogy ez a történet egy még szélesebb nyilvánosságot kapjon. Nem azért fontos ez, mert olyan érdekes, igen, érdekes is persze, de ritkán találkozik az ember azzal, hogy van egy múltbéli tragédia, de abba a múltbéli tragédiába tulajdonképpen, mint egy kis zárványba már bele van kódolva mindaz, ami majd igazi nagy tragédia lesz egy évszázaddal később. Miről, hogy ne ilyen homályosan, kicsit világosabban beszéljek. Ez egy ős koncepciós per. Hajnaunak az volt a eltökélt szándéka, hogy egy életre elvegye a magyarok kedvét a rebelliótól. Hát, ha egy életre nem is, de elég sokáig sikerült is elvenni neki a rebelliótól, és ezt mivel érte el? A félelemmel. Nem a világosi fegyverletétellel. Az, hogy félelem és rettegés. Hogy az embereknek eszükbe se jusson, nemhogy puskát ragadni, egy hangos szót kimondani, egy ellenséges véleményt nyilvánítani. A félelem. És mi ennek a legjobb eszköze? Ha olyan precedenseket teremtünk, amelyekről az emberek azt képzelik, hogy hát ezt úgysem merik megcsinálni. De megmerik csinálni. Papokat letartóztatni? Hát ezt nem lehet. Papokat agyonlőni egy falu nyilvánossága előtt fényes nappal, és utána kint hagyni a testüket rohadni a nyári napon? Hát ezt nem merik megcsinálni. De hogy nem, mi az, hogy? Mindent megcsinálhatunk, mindent megmerhetünk csinálni. Tehát a hatalomnak ez a gátlástalan és félelmet gerjesztő gesztusa, és pontosan nem Budapesten csinálta, itt egy kis faluba. De aztán ez, mint a futótűz, ennek a híre terjedt, és az emberek féltek és rettegtek. Alig egy évszázad telik el, és elkezdődik a koncepciós pereknek egy nagy vonulata, és hát ugye
nagy profi művelői lesznek majd ennek a Hajnóféle félelemgerjesztő találmánynak. Úgyhogy ezt nézni, vizsgálni egy 150 évvel ezelőtti történetben, ez szerintem végtelenül izgalmas. Tehát fortélyos félelem igazgat, ha úgy tetszik. Ő még hátra van a vágási munka, és utána a mozikba kerülhet, én azt hiszem, hogy már nagyon-nagyon várjuk. Mint ahogy azt is vártuk, hogy egy kicsi könnyedség is költözön a színházban. Nos, hát ez a Camoletti Boeing leszállás Párizsban darabban megtörtént Bagó Bertalan rendezésében. Hát sajnos ez volt egyedül, ha úgy tetszik, de ez egy jó választás volt így utólag, hiszen ezt már azért a közönség is megérthette. Igen, az az igazság, hogy azért az mindig egy jó jel, amikor az olvasó próbát azért nem lehet normálisan folytatni, mert a színészek halára nevetik magukat közbe. Akkor az ember érzi, hogy de akkor azért ebből nagy baj nem lehet. Én például, hogy a Zoomon folytak ennek az olvasó próbái, aztán később már persze élőben próbáltak, de hogy bele-bele látogattam, és tapasztaltam a jókedvet, és azért, amikor ott ültem a premiéren, azért nagyon nem lepődtem meg, és én magam is pedig már jó néhány próbán át láttam, de könnyesre nevettem magamat. Hál' Istennek, tehát ez egy igazi derűs jó este volt. És hát az emberek most nagyon-nagyon hálásak, azt hiszem minden derűs könnyedestének. A társulatépítés okán rendkívül fontosak a sikerek, hát nem került el idén sem, hiszen Tóth Ildikó, Varga Lili, Derzsi János, és most kaptuk hírét, hogy Óz díjat kapott Kunakarcsi. Azt hiszem, hogy ezek fontosak. Viszont ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a 70. születésnapodon köszönhettünk, és engedd meg, hogy idézzünk téged. Minél nagyobb a benned lévő késztetés, hogy robbanj, ahogy múlnak az évek, mintha a világ ellenőrt fejtene ki, annál inkább azt üzeni, hogy maradj. Én azt gondolom, hogy ez így jó. Hát erre nem nagyon tudok mit válaszolni, illetve ez milyen érdekes, hogy itt ülünk, mert én most itt ülök, és mellettem itt a padlón itt vannak azok az emberek, akik már nincsenek, és akik nekem az egész életemben olyanok voltak, mint a hajónak a világító torony. Tehát, hogy ők ilyen többek voltak, mint barátok, tehát olyan többek voltak, mint szellemi társak, olyan valahogy hozzájuk mérten figyeltem önmagamat, saját magam mozgását. És itt nagyon régi, bocsánat, de most nem tudom meg. Lenyugok, az első ember, akit ide a kezembe akad, ő Pál István. A fiatal Pál István. Lehet, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ki volt ő. Akik a színházat aktívan műveljük, és különösen azok, akik az Avantgard Progresszív Színház művelői, tehát ő bizonyos mértékig az előfutára volt annak a robbanásnak, ami a Magyar Színházban bekövetkezett valamikor a 70-es, 80-as években. Akkor még amatőr színháznak hívták, most alternatív színházi mozgalomnak hívjuk. Én őt személyesen is nagyon jól ismertem, nagyon jóba voltunk. Életemnek különböző periódusaiban különböző kapcsolatba kerültünk, de hát nem is tudom, például itt a Csikós Attila. Csikós Attila díszlettervező, szinte minden operai munkámat vele készítettem, fantasztikus ember volt, egyébként építészmérnök volt a tisztességes szakmája, és aztán nem épületeket tervezett, hanem fantasztikus díszleteket. Nagyon sokat tanultam tőle, nagyon, amikor az opera világába becsöppentem, akkor ő nekem nagyon-nagyon fontos támaszom volt. Vagy itt van egy másik ember.
Vallai Péter. Vallai Péter csak néhány éve ment el, de hát az én életem első nagyszínházi rendezése az a Déri Tibor óriás csecsemője volt. És ő abban az előadásban úgy ugrott be, tehát 40 éve kezdtem a pályát, tehát én 40 éve ismertem a Pétert, és aztán jött velem végig, jött Győrbe, jött Szolnokra, és aztán Szolnokról került a Víg Színházba, és ott is találkoztunk az Eszterházy Péter Rubens című színdarabjában, dolgoztunk utoljára együtt. Hát most itt nem, nem tart, de hát ott van a Bubik Pista, Marton Laci, Balikó Tamás, Elkazovszki, Ács Jani, Rajk Laci, tehát nagyon-nagyon sok ember. Hát igen, 70 évről beszélsz, én őszintén ugye minden napokban ezt, ennek hál' Istennek lekopogom gyorsan, a súlyát nem érzem, de ha ezekre az emberekre gondolok, akik már nincsenek, pedig mindegyiknek megvan a telefonszáma a telefonomban, mert azt a szokásomat őrzem, hogy aki elmegy, annak nem törlöm ki a telefonszámát, de hát azért az nem túl jó érzés, amikor böngé, a keresőben, ja, ezt se fel lehet fölhívni, ja, már ő is meghalt, ja, igen, ő se fogja fölvenni a telefont. És ez a lista ez egyre hosszabb, de hát ez a 70 év, ezzel számot kell vetni, de ugyanakkor viszont, ha arra gondolok, hogy ezeknek az embereknek mennyi mindent köszönhettem, és bizonyos mértékig akár tudtak róla, nem is biztos, hogy erről tudtak, mert miért tudtak volna, de nekik is köszönhetem azt, hogy az vagyok, ami vagyok, vagy talán még közvetve nekik köszönhetem azt, hogy most éppen itt ülök, és beszélek tervekről, meg elképzelésekről, abban ők is benne vannak. A következőkben még mindig színház. Az elmúlt héten ugyan már láthattunk egy rövid bejátszást arról, hogy a Vörösmarty Színház művészei átvettek két rangos díjat, most azonban egy kicsit bővebben, hiszen ebben a bejátszásban megszólal a kuratóriumok két tagja, Egri Kata és Vajda Márta is. A Domján Edit Alapítvány tehetséges fiatal vidéken játszó 40 év alatti színésznők művészetének elismerésére hozta létre a Domján Edit díjat, amelyet évente egyszer adnak át. Az elismerést ebben az esztendőben az alapítvány kuratóriuma Varga Lilinek, a Vörösmarty Színház művészének ítélte oda. Egyre kevesebben vannak, akiknek konkrét élménye van Domján Edittel kapcsolatban, vagy Editről. Tényleg csak filmről ismerhetik. Legenda. A színészek körében, színésznek körében legenda, mert tényleg valaki felvállalja azt, hogy fiatalon, csak fiatalon maradjon meg az emberek emlékezetében, ilyen nem nagyon van. Tehát ahogy mi emlékszünk rá, az a szép, ájos, kedves, csicsergő hangú, nagyon tehetséges színésznő. Varga Lili 2016 óta a Székesfehérvári Társulat tagja, azóta meg annyi falsúlyos szerepben bizonyította kivételes tehetségét. 2018-ban színművész társai szavazatai alapján a Vörösmarty gyűrű birtokosa. Az elmúlt néhány színházi évad kiváló szerepei kivételes sikereket hoztak számára, aminek eredménye a Domján Edit díj is. Fantasztikus érzés, és főleg azért, mert úgy gondolom, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem a társulati is. És az, hogy olyan feladatokat is kaphattam, és hogy ilyen kollégák vannak, akikkel így lehet játszani színpadon. Érzed úgy, hogy valamelyik szerepet, különös szerepet játszott ebben, hogy díjat kaptál? Nem tudom ezt így külön. Én a régi módi történet, amiből pont ma csináltunk hangfelvételt, az számomra egy nagyon fontos és kedves előadás volt. És szerintem a régi módi történet, talán az Ankónai szerelmesek még, meg a Vágyvillamos. A régimori történet miért? Maga az írás miatt is, mert nagyon szeretem Szabó Magdát. Másrészt életem első kosztümös darabja volt, és nagyon jó próba folyamat volt, és egy csodálatos történet, amiben nagyon jó belebújni, és nagyon jó benne elidőzni. És azt éreztem, hogy a nézők is valami újat kaphattak, vagy olyat, amit régen láttak, és most nagyon örültek neki. Itt egy meglehetősen fiatal színésznő vagy, Domján Edithez milyen a viszonyod? Nekem nagyapám az osztálytársa volt,
színművészeti egyetemen, és ezért nagyon, nagyon megtiszteltetés. Amikor megtudtam, hogy ez a díj hozzám kerül, akkor valahol azt éreztem, hogy aki hisz ebbe, az hisz, hogy valahol itt tőle is kapom ezt egy kicsit útmutatásnak, hogy igen, menj tovább, csináld. Az Ózedi kuratórium tagjai Egri Márta, Ráczkevei Anna, Udvaros Dorottya, Gáspár Tibor és Márton András a Gobbi Hilda által alapított elismerést, amelyet az emlékezetes percek, pillanatok, szavak, mozdulatok főszereplőinek, az epizodistáknak ítélik oda. Idén Kuna Károly, a Vörösmarty Színház művésze is kiérdemelte. Minden színház országszerte jelöl egy-egy színészt erre a díjra, és ezt egy kuratórium dönti el, de szerencsére a kuratórium tagjai Udvaros Dorottya, Gáspár Tibor, Márton András, Ráczkevei Anna és én nagy egyetértésben dolgozunk most már egy pár éve, és általában szinte vita nélkül szoktuk eldönteni, hogy ki legyen az ez évi díjazott például. Az idei elismerést Kuna Károly vehette át. A Teátrum Vörösmarty gyűrűs színművésze Idestova 8 esztendeje tért vissza Székesfehérvárra, és azóta meg annyi fantasztikus szerepben bizonyította elhivatottságát. Zsolt és Sanyival csináltunk egy Kaméliátlan hölgy című produkciót, és elkezdtük a próbát, tehát főpróba előtt voltunk, elkezdtük a próbát, és a Sanyi 10 perc után körülbelül leállította a próbát, és azt mondta, hogy nem jó. És egyszerűen annyira feszült voltam már, meg annyira, tehát premier előtt voltunk, hogy egyszerűen annyira kiborultam, hogy szégyen, egyszerűen olyan zokogó görcsölt rám, hogy és nem értettem, hogy miért nem jó. Mindig ugyanazt csináltam, mint tegnap, vagy tegnap előtt, vagy tehát nekem ugyanaz volt. És mondta, hogy jó, akkor 20 perc szünet, és kezdjük újra. És akkor 20 perc szünet, és kezdtük újra. És megint ugyanaz volt, de mégis valahogy egy picikével más volt mégis az egész. És a végén azt mondta a Sanyi, mikor vége lett a próbán, na hát erre gondolt. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi az a nüansz, amivel másabb volt. Minden ugyanaz volt, de mégis más volt. Most benne voltál, akkor meg nem voltam benne. Ezen az estén is bebizonyosodott, függetlenül a pandémia okozta átmeneti válsághelyzettől, a Szikora János vezette társulat újabb sikeres évet mondhat magáénak, amelyet a számtalan nagyívű előadás, illetve meg annyi díj és elismerős is megerősít. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szép évvégét kívánok mindnyájuknak, és boldog új évet, viszontlátásra!